Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, sziasztok, és hétről hétre igyekszem inspiráló embereket gyűjteni ide nektek az éterben, ismert embereket is, és kevésbé ismert embereket is. Előbbi kategóriába tartozik az az énekes, hazai műsorvezető, színész, hát mondjuk jön média személyiség, aki meghonosította itthon a No Waste Backstage fogalmát, szaporító telepekről menti a kutyusokat, saját kulacsokat használ az egész zenekarával együtt, vászontáskákkal jár bevásárolni, rovaroknak épít otthont. Na, ki lehet a vonal túlsó végén? Puskás Peti! Bolygókapitány! Bolygókapitány! Föld, víz, tűz! Ez a felsorolás. Tényleg, mennyi időt csinálok? Élik rám. Ugye bólogattál bőszen. Ó, igen. Igen, köszönöm, jó, igen. A rovaszat elépítést tetszett a legjobban. Azért nagyon komolyan hangzik, igazán csak annyi, hogy szoktam ide vágni a kis üzét, faágokat, aztán egy másodjú. Igazából csak van három petúnia az eredetben. De jó. De jó lányom. Igen. Hogy vagy, Peti, először is? Hát, hogy túl vagyunk most itt a covidos időszakon. Azért ez nektek zenészeknek, mert hogy elsősorban én nem tudom, én a zenész kategóriában sorollak, ez biztos, hogy hatványozottan nehezebb lehetett. Nem is tudtátok kiélni itt a bennetek, hát nem is tudom, bugyogó művészi vágyakat. Ezt hogy élted meg ezt az elmúlt másfél évet? Ja, nehéz volt, de a többieknek azért nehezebb volt, mert nekem azért volt a tévézés, tehát hogy így fogalmazok, azért nem kellett elmennem futárkodni szemben azért a zenekarból egy-két emberrel. Mm. Tehát egy nagyon hosszú és nehéz pillanatot, de gondolom nem csak nekünk, hanem elég sok embert érintett ez a pandémiás időszak. De az elején ugye érdekes volt ez az egy-két hét, ameddig így az online térben próbáltuk megtalálni a helyünket, ami nagyon aranyos, de alapvetően a nagy baromság. Mm. Tehát egyáltalán nem élveztem, és nagyon gyorsan kiábrándultam belőle, és azt éreztem, hogy igen, hát egy jó kreatívkodni érdekes volt, de hát hogy igazából az online színházról is azért van egy olyan véleményem, hogy végül is az, amit a tévében nézünk, az már nem színház, hanem film vagy tévéfilm. Tehát ugyanígy a koncert is, azt gondolom, hogy alapvetően az igazi élmény az, amikor ott lehet személyesen, ott van a közeledben a tömeg, rád izzadnak, iszogatsz, jól érzed magad, érzed a másik illatát. Illetve, köszönöm szépen, ott van előtted az az ember, akit szeretsz, akinek szereted a zenéjét, és megtörténik az a vibrálás ott bent a koncerttérben. Tehát én azt gondolom, hogy ez igen, azért ez az online streamen nem tud átjönni. Érdekességeket lehet csinálni, különleges tartalmakat, de a koncert életményt soha nem tudja visszaadni. Volt rajtad egy ilyen kényszer, hogy fú, akkor most mindenképpen online tartalmat kell gyártani, mert az nem mindig tesz jót a kreativitásnak, nem az ilyen kényszer helyzetek. Szóval egy pár hétig jót tett, egy pár hétig, hónapig jót tett, meg azt tudod, minek tett jót? Annak, hogy szembenézni bizonyos dolgokkal, hogy mi az, amiben jobb lehet lenni majd, amikor visszatérünk, vagy mi az, ami talán nem fókuszáltam eléggé, mi az, amivel hiányosságaim vannak, tehát arra jót tett a dolog, hogy így volt egy ideje az embernek, hogy lecsöndesedjen, visszanézze a klippeket, nosztalgiázzon, nézegetve, és az újdon is ebből született, hogy tényleg nézegettem a régi képeket, meg videókat, és arra gondoltam, hogy de jó, hát mondom, azért egész jó kis koncertjeink vannak, vagy egész szép sikereink van, milyen klassz dalaik vannak, meg klippeink vannak, hogy ezt folytatni kéne, és vissza kéne hozni azt a lendületet, amikor kezdtük az egészet, azt a naivitását, az a zenekaros őrületet, amikor az ember igazán megérzi, hogy mi az, hogy zenekarban játszani. Ennek jót tett a dolog, és semmi másnak. Abszolút érzem, amit mondasz. Ugye, és most érzem azt, hogy szintén azt gondolom, hogy valószínűleg mindenki érzi, akinek most vissza kellett menni dolgozni, vagy eljött a pillanat, hogy felvegye a fonalat, hogy nagyon nehéz felvenni a fonalat. Tehát azt érzem, hogy megtalálni azt, ami régen alap volt, mert hozzászoktál, mert természetes volt, mert természetes volt az idegállapot. Most azt el kell érni, ezt az idegállapot, meg kell mászni a létrát, és el kell érni oda, ami standard volt, mondjuk pont amiatt, mert mondjuk két évvel ezelőtt, 2019-ben, de fogsz ezt már kimondani is, hogy ha volt 60 koncertünk a nyáron, most meg elkezdődnek a koncertek, pedig már július közepén tartunk. Amiről szól ez 8 óra után, mert én azt láttam azért az Instagram oldaladon, hogy ezek a környezettudatos aktivitásaid azért nem álltak le, sőt, talán még többet is láttam ilyen posztokat, az a budapestes faültető projektetek, a klímaváltozással kapcsolatos ez a kis projekt, de hát ezeket nyilván te fogod majd jobban elmondani, nem én. Tart még a műanyagmentes július, úgyhogy ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok. Mert azért évről évre megszólaltatnak téged is a témában, mi nagy sztártótum faktumot. Köszönöm szépen. Te, nagyon szívesen. Bár
Bár csak többen lennénk, én úgy tudom mindig, hogy örülnék, hogyha lennénk egy csapattal ebben. Én azt látom, hogy egyre többen vagytok. Igen, szerintem is. És örülök neki, hogy vannak olyanok is, akik nem csak divatból, meg egy pár Instagram like-ért csinálják, hanem azért is meg komolyan veszik. Na, hát ha már szóba hoztad fel, hogy micsoda átkötés. Itt a divat vegánságról is beszélgetni fogunk 8 óra után. Úgy tudom, hogy ez az egyik Liebling témaköröd, szeretsz erről beszélni. Általában minden Liebling témaköröm ez, ami csak divatból történik az Instagramon, mert attól ki tudok készülni, de erről akkor beszélünk 8 után. Oké. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Sziasztok, a vonal túlsó végén pedig egy média személyiség. 5 és 6 között felsoroltam már itt a titulusaidat. Puskás Peti, most már nem kell hozzátenni, hogy színész énekes. A Bieber frontembere a színpadon. Sziasztok! Mindenképpen vagytok! Hello Peti, szóval elkezdtünk beszélgetni 5 és 6 között, és van most nektek egy nagyon érdekes projektetek. Projekt, ez annyira barátok köztös kifejezés. Rib barátok közt, ha már itt tartunk. Igen, nem, már végem, most vége is. Igen, nyugodjék végén. Gyerekkorunk. Szóval, hogy van ez a Budapest, ez mi pontosan? Mert látom, hogy te fákat ültetsz, és ezzel szebbé teszed a környezeted. Bravo, Peti. Igen, köszönöm szépen. Hát ez a Budapest Egyesület, ez ilyen, amit mondta, hogy is, ameddig nem lehetett zenélni, addig gondolkodtunk. Vagy hát elfoglaltuk magunkat, és nekünk van egy fűrizenetére egyesületünk, ez már évek óta működik. Itt gyerekeket tanítunk, közös zenei foglalkozásokat tartunk, ingyenes kórus foglalkozásokat gyerekeknek, és ameddig nem lehetett ezeket a kórus foglalkozásokat tartani, addig arra gondoltunk, hogy addig a szülőkkel, meg azokkal, akik csinálják ezt az egyesületet, hiszen eddig is voltak ilyen edukációs programjaink a Fürivel kapcsolatban is, hogy fát ültettük, hogy nem, hogy ezt átültetnénk egy másik egyesületnek, ahol meg mi szülők tudunk találkozni, és nem kosarazzunk, megyünk a hétvégén, a focizen fát ültetünk, és hát nagyon örülök neki, hogy egyébként úgy tűnik, hogy ez nagyobb sikerült számítottam, nagyobb az érdeklődés iránta, hogy jelentkeznek emberek, hogy szeretnének, nagyon aranyos volt például a legutolsó ültetésünk, most egyébként őszintén nem tudunk ültetni, tehát nyáron nem ültetünk fát, csak tavasszal, ősszel, amikor ennek ideje van, és őszre jelentkezem. Tehát például, aki a házassági évfordulóra szeretett volna fát ültetni, és akkor a fát a kis parkot, ezt a kis biodiverzitás szigetet, ahogy mi nevezzük a városban, elneveztük Szögedi Beáta Parknak. Próbálunk erről minél személyesebbé tegyük ezt az élményt azok számára, akik a városban élnek, és meg is szeretnének valamit hozzáadni a természeti értékeihez. És hát nagyon örülünk neki, hogy látjuk, hogy nyitottak az emberek erre, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy ne csak fát ültessünk, hanem ennek magyarázzuk a jelentését. Miért fontos a fa? Nem csak egy élmény, nem csak egy esztétikai állapot, amit el akarunk érni, hanem igenis helyet kell teremtenünk az élővilágnak a városban is. Egyébként hát érezzük szerintem a saját bőrünkön is, amikor olvasunk minden nap a melegrekordokat, hogy mi történik, és itt az aszfalton hogyan fölünk meg az a saját levükben. Szükség van erre, és én az a célom ezzel, és abban bízom, hogy ugyancsak érted 6-7 fát ültettünk eddig a 3 alkalom során, de ezzel, hogy propagáljuk ezt, hogy eseményhez eljönnek családok, gyerekek, igényé válik az, hogy ne kiírtsuk a természetet bent a városban, hanem esetleg kertet tervezünk, ha valaki házat tervez, akkor ne egy ilyen különleges ilyen flancolás legyen az, hogy na jó, azért legyen átpárfa, hanem ez hozzá tartozza minden egyes beruházás, minden egyes döntéshez az, hogy igenis megteremtsük a zöld felületet a városban is, mert nagyon fontos, és hát hogyha így haladunk tovább, akkor a gyerekeink imádkozni fognak majd, hogy úristen, remélem most 2021-ben a apukák meg a nagypapák azok jó döntést hoztak, meg nagymamáknak, bocsánat, nem akartam senkit kivenni. 10-20 év múlva így folytatódik ez a tendencia, akkor bizony nagyon kemény nyaraink lesznek itt a városokban, meg hát ugye egyáltalán. Petinek, nálad mikor nyomodott be a piros gomb, hogy vegán leszel? Hány éve pontosan? Most már lassan 5 éve, amikor öcsém egyszer csak a turnékuszon azt mondta, hogy akkor holnap ő nem eszik húst, és én is elkezdtem beletartani, és amikor elkezdtem utána olvasgatni a dolgokat, egyre jobban belemélyedtem, akkor arra jöttem rá, hogy hát ez igazából nem csak hogy egy ilyen jó döntés, hanem talán hasznos döntés, nem csak az egészség miatt, hanem a jövővel kapcsolatban is. Ez ugye 5 éve volt, gondolom, hogy azóta benned így fejlődött így a vegánsággal kialakult szemlélet. Mi a véleményed a, most mondjuk ki, divat vegánságról? Tudod, arra a vegánságra gondolok, ami igazából többet árt, mint használ a bolygónak. Igen, de... És akkor most mondok egy példát, csinálj egy nagyon finom menő turmixot az Instára, kis mandulavaj, avokádó, néhány szelet mangó, egy marék áfonya, kis kakaópor, hát mondjuk a fele nem tudom, Perúból utazott ide hozzánk, és kb. Nagyobb ökológiai lábnyomot hagyunk, mint ha megettünk volna egy csirkés szendvicset. Figyelj, te most gyakorlatilag tényleg, amit felsoroltál, te egy kedves kis beszélgetésbe betoltál egy ágyút,
meggyújtottad a kanótot, mert ez tényleg az, amit én mindig el szoktam mondani, hogy egész mindig ezzel támadnak. Abszolút igazad van. Nagyon sokszor írok, hogy ha azt hiszed az avokádótól, nem pusztul a föld, mindig ezt mondom, hogy de én nem szoktam avokádót tenni, nem azt jelenti, hogy avokádót eszem, hanem igazából ez egy életforma. Tehát nem csak egy étkezés, hanem az, hogy figyelek arra, és azzal figyelek erre, hogy vasárnaponként lemegyek bevásárolni a piacra, termelői piacra megyek, figyelek arra, hogy mit teszem, drága marcsika, akit szoktam vásárolni, nála valahogy nincsen avokádó, valószínűleg pont azért, mert Dél-Amerikából érkezik, és nem onnan hozzá az árut. Másrészt pedig én nem is kérek avokádót, mert figyelek erre az étkezésemre, és a döntésként is figyelek, hogy ez pontosan, amit te mondasz, hogy a vegánság nem arról szól, csak zöldséget eszem, és akkor ezzel megállt az egész, és akkor fekottak egyre a világ, hogy annak a szúnya húsevők és vannak a rendes zöldségesek, hanem arról szól, hogy elkezdek figyelni arra most, hogy ez étkezésről szól, közlekedésről szól, vásárlásról szól, és még rengeteg dolgot felsorolhatnék, az azt gondolom mindenkinek a döntése, de az a fontos, hogy ebben elkezdünk belemélyedni, és ne üljünk fel egyfajta ilyen őrületnek, ami van a világban, hogy tudjuk, milyen célra használnak már fel mindent, hogy a közösségi médiában mi történik, egészen döbbenetes, hanem igenis hallgassuk meg a másikat, és beszélgessünk, és legyenek ismereteink arról, hogy ez mit jelent, mert a környezetvédelem borzasztóan fontos, a természetvédelem a 21. század kihívása, és ha most össze vagyunk, akkor történelmet sem tudunk csinálni, ez a generáció meg tudja változtatni a jelenlegi kimenetelét a dolgoknak. És szerintem ez egy nagyon izgalmas és nagyon nehéz kihívás, de én nagyon bízom benne, hogy igenis az ember azért ember, mert képes dönteni, felismerni a helyzetet, és aztán jó felé vinni a saját sorsát. Meg hát most már arra beszélünk, hogy a bolygónk sorsát, mert azért döbbenetes, miket olvasunk egyes tanulmányokban, amik akár mondhat még a Pécsi Egyetemtől kezdve, tehát olyan tanulmányok, akik ezzel foglalkoznak, a vegánsággal, illetve a klímaváltozással. Annyira szép volt a kortás beszéd vége, Peti, mint egy TEDes előadás. Volt a legjobban kivágott részt, de komolyan. Műanyagmentes július van, és hát húzod már a csigulákat, minden évben kérdeznek szerintem téged erről a témáról. Nem vagy azért zero waste, gondolom, tehát ez teljesen nem vagy erre zero waste. De egyébként meg azért az ledöbbent, tehát az minden júliusban meg úgy általában ledöbbent, hogyha bemegyek egy boltba, azt látom, mint neki még mindig a nylon zacskót szaggatja, miközben ki van téve 300 szerintem is vászontáskák, minden utatna vászontáskák, meg igazából tényleg arról beszélünk, hogy mégiscsak van a kocsiban mindig egy pár ilyen kis zacskom, és akkor azzal bemegyek, és azzal vásárolok. Tehát nagyon egyszerű megoldások, csak hát igen, valamit nem tudjuk rávenni magunkat. Felmérjük a lakásban, a vásárlásainknál, mi az, amit nem kell csomagolással vennünk, hanem mi az, amit be tudunk szerezni csomagolásmentes. És például meg, megint tudom ajánlani a piacot, egyébként szerintem szuper program, Bogi, majd imádunk elmenni piacra, lebiszajozni a családdal, beszélgetni ott az árusokkal, sokkal személyesebb élmény, és lehet, hogy nincsen olyan kínálat, mint bármelyik nagy multi bevásárló központban, viszont azt gondolom, hogy nagyon értékes termékeket, és szükséges termékeket veszünk, hiszen az is, tudod, mit előrülök még? Meg még egy van, tehát ki tudok készülni, pedig hát ezt tudom, hogy jó indulatból kerülsz. Igen, hogy túl sokan vagyunk a Földön, hogy sokkal kevesebb kéne legyünk. Egyrészt, hogy már rengetegen bizonyították, rengeteg kutatás. Alapvetően még nem vagyunk túl sokan a Földön, tehát meg tudnánk azért még etetni 4+3 milliárd embert. Ráadásul csak Európára vagy Magyarországra nézünk és olvasunk ezt, hogy egy harmadát, mert a felét kirúgjuk az ételnek, amit megvásárolunk. Tehát igazából túlfogyasztásról beszélünk. És ez az, ami szerintem egy nagyon fontos, a műanyagmentes újra elkanyarodtunk, de hozzá tartozik, hogy ezt a sok műanyagot azért halmozzuk fel, mert túlfogyasztunk, és kényelmesen fogyasztunk. És ezekben az apró kis döntéseinkben nem veszük össze, nem veszük még bele azt a perspektívát, na jó, de fontos-e nekem, hogy megvegyem, vagy fontos-e, hogy csomagolással vegyem meg, vagy esetleg menjek ki a környékre, a közelekbe, és keresek rá, hogy egyébként hol tudom ezt akár termelőtől megvásárolni, vagy esetleg a családdal tényleg programként tekinteni erre a bevásárlásra. Meg lehet találni a praktikákat, és nem olyan nehéz, nagyon egyszerű, és ha csak egy nagyon egyszerűről beszélsz, hogy miért gondolom, hogy nagyon egyszerű, hogy beszélünk arról, hogy levelik a fecske fészkeket, meg stb. Fecske pelenka, vagy madár pelenka. Létező dolog. Letöbbentem, hogy egy létező dolog, amit 8000 évet találtak. Igen, pontos, annyi az, hogy felmentem, felmásztam, és tettem egy papírlapot, két ilyen kis palétra, de, és akkor kész is a fecske pelenka, és aki azt hitt a kommentben, úristen, óriási ötlet. Arra gondoltam, hogy úristen, mert tényleg turisták mennek az űrbe, és óriási ötletnek tartunk egy fecskét. Igen, én ugyanezt gondoltam az orszívóporszívóval kapcsolatban. Nem igaz, hogy már jártunk a Holdon, de még a 80-as években sem szívták a gyerekek orrát. Végtelenül egyszerű szerkezettel. Hogy minden körülünk meg, és itt van a szemünk előtt, és ezt lehet tenni bármire, hogy hát végülis tényleg feltalálták már a vászontáskát, a nagy mind, vagy legalább így jártak a boltba.
Peti, szóba hoztuk 5 és 6 között a No Ways Backstage fogalmát, hogy én szóba hoztam. Az idei Beavers koncerteken, hát ugye reméljük, hogy lesznek koncertek, nem csak én egy-két koncert lesz idén, hanem úgy valamiféle fesztivál szezon azért beindulni látszik. No Ways Backstage lesz, vagyis hát ugye nem fogtok felhalmozni a tervek szerint, gondolom. Természetesen. Most így visszagondolok, tényleg a legnagyobb királynak tartom a zenekart, hogy bevezetik a No Ways Backstage-ot, miközben itt a legegyszerűbb dologról beszélünk. Annyi, hogy ugye elmegyünk egy backstage-hez, mit látunk? 200 darab műanyag pohár, minden fél literes palackokban, minden egy műanyag, egy műanyag halmaz az egész, ami természetesen ugye úgy iszik az ember, mert azért nem szoktam megjelölgetni ezt Peti poharra. Jó, beleiszom, eldobom, és annyi volt az ötlet, hogy mi lenne, hogy egyébként vinnénk saját poharakat, saját kulacsot a színpadra, a saját kis rövides és szapszos kis poharat is, és természetesen szeretnénk egy kicsit ünnepelgetni, viszünk saját tányért, és aztán ezt egy kis posánkában, egy kis táskában, ugyanúgy, mint ahogy a fellét összetett, vagy ahogy betesszük a hangszereket, ugyanúgy betesszük a backstage-hez szükséges dolgokat, hogy ne hagyjunk szemetet, sőt, ne kelljen szemetet termelünk, vagy egyébként vannak kis szelektív kukánk is, olyan, amikor mindig viszünk magunkkal, vagy és olyan jól látni, hogy a szervezők is bejönnek az öltözőbe a koncert végén, és azt látják, hogy tisztaság van, nincsen semmi. Te Pisti, ezt az ásványvízes palackot, itt a Puskás Peti. Na igen, itt hagyták. Úgyhogy nagyon jó érzés, és jól látni azt, hogy amikor beszélgelnek minket más zenekarok is, hogy köszi a tippet, köszi Peti a tippet, hogy igen, tényleg, és ennyire egyszerű megoldásról beszélünk. És múltkor kiszámoltam, hogy tényleg, hogyha 60 koncertet beszorzok azzal, hogy 50-100 poharat, műanyag poharat használunk minden egyes koncertnél, hát azért ott már azért egy tetemes összeg jön, hogy úristen, ennyi spóroltunk, hát, és semmi az előállítása, meg semmi az egész, de meg a világ felhalmozásához képest, de azt gondolom, hogy a kislépések azok nagyon fontos, hogy ezt reméljük a célunkat. De milyen jó, hogy ilyen ragadós a példa is, és ezért kapod a visszacsatolást erről. Peti, mivel telik még most a délelőttöd? Pihenéssel telik, mert elég hosszú volt a hét, hát ugye a vendéglátóhelyünkön voltunk tegnap este, most pedig indulunk egyéb Tiszaújvárosba fellépni, úgyhogy elkezdünk a koncertszerűen szezon számunkra és a Bieber számára, és hát az egész hetet azzal töltöttük, hogy az új dalokon dolgoztunk, próbáltunk, hogy felvegyük a tempót, és ahhoz viszont sokkal többet kellett most az elmúlt hetekben dolgoznunk, mert vissza kell állítanunk magunkat arra az idegállapotra, ami szükséges ahhoz, hogy az a Bieber menjen fel a színpadra, amit szerintem láthattak a nézők, hogy olyanok, akik megtudás nélkül dolgoznak, ördöngenek és imádják a zenét fent a színpadon, és ezáltal a közönséget is. Úgyhogy nagyon várom már, hogy akkor megtörtént az első koncertünk, és beülést turnébuszba. Köszi, hogy itt voltál velünk, Peti, és bármelyik le is legyen életem következő koncertje, egy 2 éves gyerek mellett nem könnyű, biztos, hogy Novész lesz nálam is a, hát nem a backstage, jó, de a koncertélmény. Hát én azt mondom, hogy a közönséget erre akarunk rávenni, hát akkor nekünk is ezt kell csinálni, hát nem hazudhatunk nekik.